A Göncz Károlyi Gáspár Általános Iskolában az idei tanév Vadászi Viktória versével kezdődött, majd Pece János igazgató üdvözölte a diákokat és a pedagógusokat. Az intézmény vezetője szólt arról, hogy ez az első tanítás év, amikor minden első osztályos diák ingyen kapta meg tankönyveit. Pece János örömhírt is megosztott az általános iskola tanulóival, mely szerint kívülről 123 millió forintból megszépült új tetőt, nyílászárókat és korszerű homlokzatot kapott az épület. A beszédben elhangzott, hogy a helyi oktatási intézmény szakos ellátottsága biztosított egyedüliként a tankerületben. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő megtiszteltetésnek nevezte, hogy a köznevelésért felelős államtitkár nyitotta meg az Abaúj térségben a tanévet, és reményét fejezte ki, Hoffmann Rózsa jó képet kapott a térség oktató-nevelő munkáról. Az 2018. tanév igazi megújulást hoz az oktatásban és nevelésben, hiszen ezt az esztendőt a változások jellemzik. 2013. szeptember 1-től gyökeresen más megvilágításba helyezi a magyar tanügyet. Ezt már Hoffmann Rózsa jelentette ki az eseményen mondott beszédében. A köznevelési államtitkár a megújulást hozó változások közül egyebek mellett az új nemzeti alaptantervet, az újrainduló szaktanácsadói rendszert és tanfelügyeletet, az intézmények állami fenntartásba vételét és a jelentős, minden pedagógusra kiterjedő, 5 számjegyű, értékét megőrző béremeléssel kísért pedagógus életpálya modell bevezetését ismertette a résztvevőkkel. Általános iskolákban, állami általános iskolákban elindul az erkölcstan és választható módon az erkölcs és hittan tanulása, amely a nevelési céljainkat szolgálja. Most indul útjára az új nemzeti alaptanterv és a kerettantervek, amelyek a tanítás tartalmait kötelező érvénnyel előírják, így tehát nem lehet megengedni azt senkinek, hogy ami abban benne van, arról ne essék szó az iskolás évek alatt. Folytatódik a mindennapos testnevelés, beindul a tanfelügyelet, szaktanácsadás, megindul a pedagógusok minősítése, már a pedagógus életpálya részeként, amelynek a másik oldaláról elég sok szó esett, egy nagyon jelentős 5 számjegyű béremelést kapnak a kedves kollégák. Az általános iskolát nem eredményesen elvégző fiatalok számára az úgynevezett HIT programok indulnak. Nem sok ilyen fiatal van, de neki komoly segítséget jelent az egyéni felzárkózásban ez az új intézkedés. Az általános iskolások felmenő rendszerben ingyen fognak tankönyvet kapni ebben az évben. Az első osztályosok kaptak már ingyen tankönyvet. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindez az intézkedés fölsorakoztatható abba a csokorba, amely azt szimbolizálja, hogy a társadalom, a politika végre a saját értékükön becsüli a pedagógusokat, az oktatás világát, amit nagyon jól jelképez az, hogy itt Göncön, ami nem egy hatalmas település, de országos politikusok, helyi politikusok, szülők tömkelege, és nagyon sok ember megjelent, ezzel is azt üzenve, hogy ami itt történik, az fontos. Elhangzott itt a pedagógus béremelés, végre ugye most már megfelelő bérért fogják nevelni, oktatni a diákokat a pedagógusok. Mit jelent ez nekik? Ez 5 számjegyű alapbéremelést jelent, ezzel összekapcsolva viszont a munkaidő 80%-ának a megkötését, amiben nincs semmi rendkívüli és semmi jogtalanság, hiszen Magyarországon a törvényes munkaidő heti 40 óra, ebből az új oktatási irányítás 32 órát kötöttnek tekint, ezt mindenképpen az iskolában vagy az iskola környékén pedagógiai munkával kell eltölteni a pedagógusoknak. Ahhoz, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy másodállást vállaljanak, mint hogy nagyon sokan tették, ehhez is szükség volt arra, hogy egy jelentős béremelést kapjanak, amely bérből tisztességesen most már meg fognak tudni élni, és a bérnek az értékállóságát, az állandó növelését is garantáltuk a törvényben. Miért fontos a mindennapos testnevelés, illetve még egy a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban, hogy miért kellett megújítani ezt?
A mindennapos testnevelés az egészségi állapoton javít, és a gyerekek személyiségének a sokoldalú fejlődését teszi lehetővé. Aki sporttól, az nagyon sok mindent megtanul, le tudja küzdeni az akadályokat, akaratereje fejlődik, élményben van része, és hát egészségesebb lesz. Körülbelül ezek a legfontosabbak így röviden. A Nemzeti Alaptanterv megújítására két okból is szükség van, egyéb időnként, 5 évenként amúgy is meg kellene nézni, hogy a társadalom nem fogalmazott-e meg olyan kívánságot, ami jogos, és be kell venni, de a mi alaptantervünk, ami volt korábban, az nem tartalmazott ismereteket, vagyis tananyagot. Emiatt nagyon sokfélét és nagyon sokféleképpen tanítottak az országban, ami a mi meglátásunk szerint tarthatatlan, mert hiszen az állam felelősséget visel azért, hogy minden magyar állampolgár, felnövekvő állampolgár részesüljön ugyanazokban a művelődési javakban. Tehát ezt garantáltuk a Nemzeti Alaptantervvel, amely szintén az idén indul útjára. Mit jelent az, hogy a gyerekek délután 4 óráig lesznek az iskolában? Milyen programok várják őket? Az ellenérzés téves információból táplálkozik, mert gyakorlatilag nem változik semmi, hiszen a család, hogyha gondoskodni tud a gyerekről, akkor elkérheti az iskolából. Ez nem az gyerek számára kötelezettség, az iskola számára kötelezettség, hogy gondoskodjék arról, hogy a egyébként esetleg csellengő gyerekeknek színes, változatos, gazdag programokat tudjon kínálni. A gyereknek csak a kötelező foglalkozásokon kell részt venni, de ajánlatos bent maradni az iskolában, hiszen ott megfelelő fejlesztésben van része. A köszöntők után a helyi művészeti iskola diákjai mutatták be az alkalomra készített műsorukat. A gönci pedagógus énekkar vidám dalokkal szórakoztatta a résztvevőket. A műsor végén a 2 hónappal ezelőtt alakult citera zenekar magyar népdalcsokrot adott elő. Az ünnepélyes tanévnyitó után Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő többek közt szólt a köznevelés átalakításának fontosságáról, beszédében kiemelve azt, hogy ilyen nagy mértékű változás Mária Terézia uralkodása idején történt, ezért immár elérkezett az idő a közoktatási rendszer megújítására. Az országgyűlési képviselő szerint az új rendszer kidolgozása után a feladatok összehangolása nagy munkát jelent majd a szakembereknek. Ezt követően Hoffmann Rózsa szakmai tájékoztatót tartott a köznevelésben megvalósuló legfontosabb változásokról a tankerületben dolgozó igazgatóknak, pedagógusoknak. Az államtitkár előadásában elhangzott, hogy az új köznevelési törvény szerint a pedagógus életpálya rendszere és a béremelés már az idei tanévkezdéskor kiterjed a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra. A változás része az új típusú munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítása is. A többlettanítással járó óradíjak ennek kapcsán megszűnnek, és speciálisan a pedagógiai munkára kidolgozott értékelési és minősítési rendszer lép be. A 2011-ben tervezett bér 60%-át kapják most az érintettek, ez átlagosan 34%-os bérnövekedést jelent.